Sziasztok! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! És hirtelen megint szerda lett. Úgyhogy hirtelen megint tanulunk. A héten készültem Savot ünnepével kapcsolatban. Közben szólok itt, hogy elkezdtem a tanítást, és akkor bele is ugrunk. Sávot ünnepe, hát kicsit elárultam magam múltkor. Sziasztok, szia, szia! Most kezdem. Szuper. Lehet, hogy kicsit lassú a gép. Múltkor a telefonomon próbáltam, az sem volt jó, mert sikerült félbevágnom, úgyhogy most visszatértem a számítógéphez, ami pedig lassú, de legalább be van dugva. Szia! Úgyhogy remélem, hogy működni fog a sok technikai része a dolognak. Savot ünnepe nagyon izgalmas ünnep, mert lehet mondani, hogy szerintem sok nő tényleg kedvenc ünnepe, mondjuk nem kiskorunkban, akkor a Purim érdekes, mert jelmez, meg minden. De amikor már mi készülődünk az ünnepre, akkor ugye Pészakkor van a nagy takarítás, Szukottkor kint leszünk a sátorba, és a Savot pedig az igazi elkényeztetés, teljes ételeket eszünk. Sziasztok, szia, szia! Úgyhogy szerintem valamennyire a nők kedvenc ünnepe, és ugye amikor említettem, hogy női szemmel, akkor kicsit elárultam múlt héten Ruth történetét. Úgyhogy nem tudom még egyszer ugyanazt elmesélni. De ha valaki esetleg lemaradt, akkor elmondom nagyon röviden, hogy van öt úgymond könyv, amit úgy hívnak, hogy Megillá, és mindegyiket máskor-máskor olvassuk, és az egyik az a Ruth könyve, Ruth az egy nő, akit úgy hívtak, hogy Ruth, és ez pont Savotkor szoktuk olvasni, és az egész könyv a Ruthról szól, milyen különleges volt, és mi mindent tett azért, hogy a zsidó nép része lehessen, hogy elfogadja a Tórát, ugye ezt csináljuk mi is Savotkor minden évben, újból elfogadjuk a Tórát. Szia, sziasztok! Úgyhogy ez a Ruth, de mivel ezt elárultam, ezért kerestem egy teljesen más témát, és a héten voltam egy zoomos előadáson, amikor a tóraadásról volt szó, és akkor ezt a témát kerestem fel egy picit bővebben. Ugye, amikor az Isten odaadta a tórát a zsidó népnek, akkor volt maga a nagy esemény, az úgynevezett tóraadás, ami Szináj hegyénél történt, és az egész nép hallotta az Isten hangját, és aztán a Mózes felment a két kőtábláért. Ez volt az eseményes része, a drámatelibb része, de utána jött a második fele, amikor meg kell tanulni ezt a sok új parancsolatot. Ugye maga a Szináj hegynél nem lehet az összes 613-at elmondani, úgyhogy az Isten kiválasztotta a 10 legfontosabbat, azokat tette rá a két kőtáblára, és azokat mondta el Szináj hegyén, de aztán még volt szükség sok tanulásra ezen kívül. És itt jön be egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor az Isten megparancsolja Mózesnek, hogy tanítsa meg a zsidó népet a Tórára, a parancsolatokra, mindenre, amit tudniuk kell, a részletek, a bármi, ami kicsit bővebben, mint ami volt maga a tóraadásnál, akkor egy érdekes mondatot mond, ami úgy tűnik, mintha kétszer mondta el volna ugyanazt. Azt mondja, Kotomar le bet Jákov, vetaged le bene Israel. Így mond Jákov házának, és így mond, vagy magyaráz a Izrael fiainak, vagyis a zsidó népnek. Ugye a mondatnak a két fele úgy tűnik, mintha ugyanaz lenne kétszer. Vagyis a zsidó népnek ezt el kell mondani.
De rögtön a kommentátorok leállítanak, hogy nem véletlenül van duplán leírva, ez nem valamilyen verses kötet, hogy így szépítkezünk a szavakkal, hanem van ennek egy különleges lényege. Itt két félbe lett átadva a Tóra. Kotamar le Bet Jákov, így mond Jákov házának ezek a nők, Vetaged le Bene Israel, és magyarázd Izrael fiainak, ezek a férfiak. És van itt két nagy különbség. Az első az, hogy van egy sorrend, előbb a nőknek és utána a férfiaknak. És a másik dolog az, hogy kicsit máshogy kell mondani Tomár, Taged, az nem ugyanaz a szó. Igaz, hogy mind a kettőt lehet úgy lefordítani, hogy mondjad, de nem pontosan ugyanaz a szó, tehát máshogy is lesz elmondva. Az első ugye érdekes dolog itt az az, hogy a nőket Jákob házának hívja, férfiakat pedig Izrael fiainak. Valószínűleg ez kapcsolódik ahhoz, hogy a nők tartják fel az otthont, a családot, és ezért szia, ezért számítanak a háznak. De ami érdekes, hogy ez azóta el lett fogadva, mint egy női cím, és azóta rengeteg lányiskola, ami nyílt a világon, úgy hívják, hogy Bet Jákob, Jákob háza. Úgyhogy ez csak egy érdekes pont. Ezt a mondatot, ami írva van a Tórában, ugye a kommentátorok magyarázzák, hogy mit is, és hogyan is, és miért is, szia, szia Regina. És összeszedtünk öt hozzáállást ehhez a, vagy öt magyarázatot, öt részletet ebben a témában, hogy hogyan lett a Tóra megtanítva előbb a nőknek, és utána a férfiaknak, miért, hogyan, stb. És ez nem csak öt külön magyarázat, hanem az öt külön stílus, amiben lehet a Tórát tanulni. Van a psát az a alap magyarázat, ami úgymond a szó szerinti. Van a remez az a hint, amikor valamire célzunk, tehát van ott egy kis célzás. Drás az ilyen mélyebb, bonyolultabb magyarázat. Szod az a titok, és aztán lesz a chaszidutból is tanítás ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem csak, hogy ezt nagyon bőven meg fogjuk beszélni, hanem még meg is kóstolunk minden tanulási stílusból. Akkor az első lesz a psát, ami az egyszerű, a szó szerinti magyarázat. És a psát először arról beszél, hogy külön, tehát külön sorrendbe. Miért külön sorrendbe? Azért, mert már volt tapasztalat. Milyen tapasztalat volt? Éden kertjébe az Isten előbb mondta az Ádámnak, hogy nem szabad hozzányúlni a fához. Az Ádám továbbította az üzenetet Évának, de valahogy az Éva plusz infót rátett, és nem lett jó a vége, mert ugye az Éva azt gondolta, hogy akkor biztos hozzányúlni se lehet. Valószínűleg azért, mert nem egyenesen kapta az üzenetet, és akkor így magyarázgatott vele. És végül az lett a... Tehát itt volt a probléma, mert utána, amikor jött a kígyó, és szia, Magdi, és rányomta az Évát a fára, és mondta, hogy látod, nem történik semmi, ha hozzányúlsz, akkor biztos nem fog történni semmi, ha megeszed. És ugye a hozzányúlni, az nem is volt tilalom, ezért nem történt semmi. Tehát volt tapasztalat az Istennek avval, hogy nem olyan sikeres a férfi által küldeni az üzenetet a nőnek. Másik dolog az, hogy más stílusba kell beszélni férfiakkel és nőkkel. Rási magyarázza, hogy miért van Tomár és Taged, miért kétféle beszédről van szó. Azért, mert a nőknek puha szavakkal kell mondani, és a férfiaknak pedig inkább szigorúan, és elmondani nekik a részleteket, és a jutalmakat is, a büntetéseket is, mindent.
férfias módon. Úgyhogy van itt egy terv, hogy hogyan fog jól lemenni a dolog, hogyan lehet sikeresen tanítani a Tórát a zsidó népnek. Előbb kezdjük a nőkkel, hallják egyenesen, hallják a saját stílusukba, és utána majd megyünk tovább a férfiakhoz, és nekik is majd a saját stílusába. Ezen kívül ugye még egy plusz bónusz, hogy ezt volt egy rabbi, úgy hívták, hogy J.J. Hecht. J.J. az a neve Jákob Jehuda, és akkor mindenki J.J.-nek hívta, és ő elég közel volt a Lubavitchi rebéhez, sokat segített neki mindenféle dolgok megszervezésébe, és ő miután ezt megtanulta, mondta, hogy a saját szavaival úgy foglalta össze, hogy az Isten, mivel ő teremtett meg minket, nagyon jól ismer minket, és ezért tudja, hogy ha szeretne, hogy sikerüljön neki ez a Tóra átadás, akkor sokkal több az esély a sikerre, hogyha előbb a nőket bevonjuk, és ha ők beleegyeztek, akkor már a többi csatlakozni fog, de ha a férfiakkal kezdjük, akkor nem biztos, hogy a nők is csatlakozni fognak. De egyébként ez érdekes, hogy a nők reakcióra volt először szükség, mielőtt tovább lépett vele az Isten. Ez a psát, az egyszerű alap szinten magyarázat, hogy itt hogyan is lett átadva a Tóra. Ezek után tovább lépünk a remez stílus tanulásba, ami a célzás. Egy kis szó, egy kis betű valamire utal, ami tanít minket. Ebben a szituációban ugye a nőkről van szó, hogy itt elsőbséget kaptak, és a kommentátorok, akik ebben a stílusban tanulnak, azt magyarázzák, hogy azért hallották a nők előbb, és azért kellett nekik előbb tanulni, mert bizchut nasim tzidkaniot nigalu avoteinu mi Mitzrayim. Vagyis a jámbor nőknek köszönhetően lett kiengedve a zsidó nép Egyiptomból. Ők voltak azok, akik hittek benne, hogy ki fognak menni, ők voltak azok, akik fenntartották a lelkesedést, és biztatták a többieket, hogy igenis ki fogunk menni, és készültek, és ez az egész pozitív hozzáállás, ami volt a nőknél, ami, hogy olyan erősen hittek benne, hogy tényleg ki lehet menni Egyiptomból, ami addig sohasem történt, és tanították is, vagy mondták is a többieknek, hogy igen, biztos ki fogunk menni, és fenntartották ezt a hitet, nekik köszönhetően történt a kivonulás, mert hogyha csak a negatívum lett volna ott az erős, akkor hiányozna a hit, és az nem lenne elég ahhoz, hogy az Isten ki tudja őket vinni onnan. Szóval az egész egyiptomi kivonulás az a nőknek köszönhető, de abban a pillanatban, hogy a kivonulás a nőknek köszönhető, akkor már a tóraadás is a nőknek köszönhető, mert ugye kivonulás azért történt, hogy lehessen a Tórát kapni. És ha nem vonultak ki volna Egyiptomból, nem kapták meg volna a Tórát. Szóval az egész Tóraadás a nőknek köszönhető. És így lesz nálunk is, amikor eljön a Mesiás, hogy ez a generáció, amiben várjuk a Mesiást, ez az úgynevezett utolsó generáció, a mi lelkeink, ugye a lelkek többször le tudnak jönni a világba, és az van írva, hogy a mi lelkeink, az utolsó generációnak a lelkei, azok a lelkek lesznek, akik voltak akkor az egyiptomi kivonulásban, és ezért bízunk benne, hogy most is a nők azok, akik fenntartják a hitet, hogy igenis el fog jönni a Mesiás, lesznek jobb idők, és akkor is lesz egy féle tóraadás, mert amikor eljön a Mesiás, akkor majd ő is tanít sok új tanítást, amit eddig nem tanultunk olyan szinten, hogy úgy fogjuk érezni, mintha egy egész új tórát kaptunk, és minden, ami előtte volt, az semmi ehhez képest.
Ezen kívül még ugye miért olyan fontos itt a nő szerepe, mert amikor az Isten oda akart adni a Tórát, kérdezte a zsidó népet, a Mózest, hogy ki fogják vállalni a felelősséget, kik lesznek a kezesek. És Mózes mindent, bocsánat, lehalkítjuk. Mózes mindent megpróbált, hogy okay. Mózes mindent megpróbált, hogy általában ugye hangos a telefonom, egyébként nem venném észre, de most kicsit felesleges. Szóval a Mózes mindent megpróbált, hogy az idősek, a bölcsek, az atyák, mindent, hogy ki lesz a kezes, ki fogja vállalni a felelősséget a Tóráért, és minden azt mondta az Isten, hogy nem, nem, nem jó, nem jó. És végre azt mondta, hogy a gyerekeink lesznek a kezesek, és mondta az Isten, hogy igen, ezt elfogadom. Mit jelent az, hogy a gyerekek lesznek a kezesek? Hogyha minden generáció figyel arra, hogy a saját gyerekei megtanítja a Tórára, akkor ők majd tudják vinni tovább. Nem elég az, hogy saját magunknak tanuljunk Tórát, hanem át kell adni azoknak, akik felelősséget vállalnak, majd tudják vinni tovább. Minden generáció figyel arra, hogy a saját gyerekei tanulják a Tórát, és akkor ők majd tudják vinni tovább. És ezen belül ki tudja ezt a feladatot csinálni? Természetesen a nő, az anyuka, otthon az első pillanattól, a terhesség, a babakor, a kiskor, és a nagykornak is egy nagy része nagyon erősen függ az anyukától. A férfiak is már tudják, hogy minden, ami a neveléssel kapcsolatban van, hiába próbálkoznak, feleségnek sokkal jobban fog sikerülni. Ez mindenhol szerepel a könyvekbe, hogy ebben a nő sokkal tehetségesebb, és tényleg ő van ott, tehát a férfi nem tudja átvállalni a terhességet, nem ő fogja olyan, vagy néha igen, sokszor ők is segítenek ringatni, de általában a nő szokta ezt csinálni, és amikor kicsik, és a férfiaknak még nehéz találni velük egy közös nyelvet, akkor az anyuka már valahogy megtalálja a módot annak, hogy a kicsiknek is elmagyarázom valamit, énekel nekik dalokat a Tóráról, imádkoz velük, tanítja nekik az áldásokat, átadja azt a hitet, ami van neki, hogy az egész életmód akörül működik, hogy hiszünk benne, hogy az Isten létezik, és hogy ő itt van velünk, és hogy ő ezt és ezt várja el tőlünk. Ez természetesen nem úgy működik, hogy jó, akkor feleség, te majd csinálod, és akkor én megyek, csinálom a saját dolgomat, hanem inkább olyan szempontból, hogy igen, tudjuk, hogy az anyuka sokkal tehetségesebb ebbe, és ezért úgymond megdicsérjük ezért, hogy nála szokott ez jobban sikerülni. Természetesen az apukák nagyon aktív szerepet vállalnak, aki ismer közelről vallásos családokat, nem is kételkedik ebben. Szóval ez is egy különleges szerepe a nőknek, hogy általában ők azok, akik tényleg ki tudnak segíteni ebben a dologban, hogy tényleg a Tóra át legyen adva a kezeseknek. Ezután tovább megyünk a szia-szia, átmegyünk a drás stílusú tanulásba. A drás az inkább már, amikor valamiben nagyon ilyen bonyolultabb magyarázatok vannak, hogy ha ez van írva, akkor ez azt jelenti. És hozzáhasonlítjuk ahhoz, akkor itt is. Tehát inkább ilyen, nem tudom, bonyolultabb féle magyarázatok, amik inkább, nem tudom, esetleg több logika, több más helyekből hozunk infót, és meglátjuk, hogy ahhoz képest ilyesmi stílusú dolgok. Remélem, hogy ez így érthető volt, ez a drás. És a drás stílusú tanulás szerint, amikor az van írva, hogy a nőknek puha szavakkal kell mondani, akkor nem azt jelenti, hogy szia Kriszta, hogy nem azt jelenti, hogy kedvesebb stílusba, hanem azt jelenti, hogy nekik elég általánosságba
elmondani. És ők majd bővítik, ugye amikor a férfiaknak lett megtanítva a Tóra, akkor ott oda van írva, hogy nekik minden részletet meg kell tanítani, minden micvának, parancsolatnak a több szabályait, milyenre a jutalom, a büntetés, és a nőknek máshogy működik a tanítás, a nőknek általánosságban kell megtanítani a Tórát. Mit jelent ez? Jelenti-e esetleg azt, hogy a nők nem fogják tudni a részletet? Nem, nem ezt jelenti. Hozzunk egy hasonlítást, ugye, ahogy mondtam, hogy ez a stílus, ez más helyekből is hoz infót, és ennek a segítségével fogjuk megérteni. Van ugye a Talmud. Hogyan működik a Talmud? A Talmud felidéz egy misnát. A misna az a szóbeli tanításoknak a leírása. Régen ez nem volt szabad leírni, addig, amíg látta a Yehuda Hanasi rabbi, hogy kezdik elfelejteni, és akkor eldöntötte, hogy akkor ez most meg fog változni. Sok-sok évig ez a szóbeli tanítások, azok szóbeliek voltak, tehát ezt fejből kellett tudni, de látta, hogy merefele megy az emberiség, hogy ez nem marad fenn, és leírták, de nagyon ilyen röviden írták le. És akkor van a misna könyvei, aztán jön a Talmud, és ezeket bővíti, tehát akkor mit is jelent minden, ami le van írva a misnába. És a misnába olyan röviden és precízen van leírva, hogy egy misna, ami 4-5 sor, lehet utána 9 oldal talmudi tanítások. Elég ebben a 4-5 sorban, hogy aki tudja, hogy ezeket hogyan kell értelmezni, akinek megvan a háttér és az info, stb., az már tudja ezt a sok-sok-sok infót belőle kivenni, és ilyen hasonló stílusban lett a nőknek átadva a Tóra. Elég nekik elmondani az első két parancsolatot, ami volt a Szinai hegynél, a Tóra adásnál. Az egyik az, hogy én vagyok az Istened, másik az, hogy ne legyen semmilyen más Istened, bálványod, stb. És ez a nőknek megfelel, mint általánosságban a Tóra, és ők majd ebből kivonják az összes többit. Hogyan fogják kivonni? Úgy, hogy vannak tevőleges micvák és nem tevőleges micvák. Vannak azok a micvák, hogy csináld ezt, és vannak azok a micvák, hogy ne csináld ezt, és ne csináld azt. Van 248 tevőleges, és 365 nem tevőleges. Összesen 613. És amikor megadjuk a nőknek ezt a két parancsolatot, akkor én vagyok az Istened, akkor én meg fogok tenni mindent, amit ő szeretne, mindent, amit kér. Ebbe beletartozik 248 tevőleges micva. A második az, hogy ne legyen más Istened, vagyis inkább, tehát az első az inkább a szeretet az Isten felé, a második inkább a félelem, ez a distance, ami van, mint egy királytól, akitől tartok, mert annyira fontos, akkor nem fogok csinálni minden olyat, ami neki nem jó. És akkor itt jön be a 365 nem tevőleges micva. Egyébként ezekbe beletartoznak azok a micvák is, amiket a nőknek nem is kell betartania, mert minden olyan tevőleges micva, ami időhöz van kötve, arról a nők fel vannak mentve, de a nőknek elég ezt a két micvát megtanítani, és ők már szép lassan kivonják belőle az összeset, még azokat is, amiket nekik nem muszáj betartani. Úgyhogy ez a drás, ez a magyarázat azért, hogy miért elég a nőknek röviden és általánosságban megtanítani, és erről fogunk mindjárt egy picit bővebben beszélni, hogy mit jelent ez az általánosság. A következő stílusú tanulás az a szod, az a titok. Ugye azt mondtuk, hogy az Isten külön-külön tanította meg a Tórát a férfiaknak és a nőknek, és mindenkinek a saját stílusába. Mit tanít nekünk a szod, a Tóra úgymond titkos része, vagyis inkább az ilyen kabala és ilyesmi, hogy mielőtt megszületik egy ember,
40 nap a születése előtt, nem tudom pontosan, hogy 40 nap mielőtt megfogant, vagy 40 nap mielőtt megszületik, az egyik a kettő közül, 40 nap előtte, szerintem születése előtt, kijön egy isteni hang, ami egy spirituális hang, tehát mi ezt nem tudjuk hallani, voltak olyan különleges emberek, akik ezeket tudták hallani, inkább ilyen proféták, meg ilyesmi, de ez egy spirituális hang, egy isteni hang, és ki hirdeti, hogy ki fog házasodni kivel. Mit jelent ez, hogy az embernek már megvan a párja a születése előtt? Hogyan van meg a párja? Nagyon könnyen úgy, hogy a férfi és a nő az egy léleknek a két fele. Van a léleknek a női fele, és van a léleknek a férfi fele. És akkor a női fele bemegy egy kislánybaba testébe, a férfi fele belemegy egy kisfiú baba testébe. És abban a pillanatban, hogy az ember nem egy egész, hanem fele-fele, akkor elég, hogy az egyik fél valamit csináljon, és az számítson az egész egységnek. Vagyis, amikor a férfi csinálja azokat a micvákat, azokat a parancsolatokat, amire ő megvan parancsolva, akkor ezért jár jutalom a nőnek is, mert az ő lelkük, az ő közös lelkük megcsinálta ezt a micvát. És ugyanúgy fordítva, amikor a nő csinál olyan micvákat, amik csak a nők csinálnak, akkor jár jutalom a férfinek is, mert a közös lelküknek az egysége megcsinálta ezt a micvát. És a legérdekesebb dolog ebben az egészben, hogy ez akkor is működik, akkor is releváns, még mielőtt megtalálták egymást, és mielőtt házasodtak, és mindig szeretem mesélni, hogy én, amikor még fiatalabb voltam házasság előtt, mindig nekem ez egy ilyen különleges gondolat volt, például amikor a hanukai gyertyákat gyújtottuk otthon, akkor a fiúk gyújtották, és mindig mondtam, hogy valahol a világban, valamilyen jesivában van egy fiú, aki gyújtja a hanukai gyertyákat, akit nem is ismerek, de az ő gyertyagyújtása rám is vonatkozik. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen érdekes dolog, és ez itt is működik, hogy mivel a férfi és a nő egy egység, ezért az Isten megadja mindegyik félnek azt a részt, ami inkább rá vonatkozik, és már az egységnek meg lesz, ha mindegyik félnek megvan a saját feladata, akkor már az egység teljes lesz. És ezért van az, hogy a nő kapja az általános majd tanításokat, és a férfi kapja majd a sok-sok részletet. És ez kapcsolódik a következő dologhoz, a haszidut tanításához, hogy akkor miért is kapja a nő az általánost, és miért kapja a férfi a részleteket. A nőknek és a férfiaknak különbözik a kapcsolatuk, ami van az Istennel. Máshogy, más milyen kapcsolatuk van az Istennel. A nőknek nagyon erős a hitük, a szeretetük az Isten felé. Ez a félelem az nem olyan pozitív szónak hangzik, de van egy ilyen, egy fajta, tehát van a szeretet, és van a félelem. Ez a két fele a dolognak, mint egy nagy fontos ember, vagy egy nagy király előtt. És a nőknek ez az érzésvilág az Isten felé sokkal erősebben megvan, sokkal jobban tükrözi az Istent. Szóval, ha általánosságban nézzük a zsidóságot, akkor a nőnek van erősebb zsidósága, úgymond. Erősebben kapcsolódik az Istenhez személyes szinten. Ezért van az, hogy a zsidó identitást csak az anyai ágon lehet továbbadni, mert a nő az, aki ezt jelképezi, és ő az, aki ezt tudja továbbadni, mert nála sokkal erősebb és sokkal dominánsabb. Szia! Utána a férfiak, nekik van sok részlet, nekik van sok micva és a sok magyarázat, mert ők ezekkel a cselekedetek által kapcsolódnak az Istenhez.
ezért ők azok, akik elmennek minden reggel zsinagógában, ők azok, akik rakják a tfilint, ők azok, akik tesznek kipát a fejükre. Nekik is erős kapcsolatuk van az Istennel, de nekik sok cselekedet által. És ezért van az, hogy a részletek az ember identitásából, azt pedig csak az apuka tudja adni. Például az, hogy kohenita vagy levi családból származik valaki, az csak az apai ágon lehet örökölni. Lehetek én egy kohen lánya, nem vagyok kohen lánya, de lehetnék én kohen lánya, és van ennek egy különleges neve, Bat Kohen, kohen lánya. De az én gyerekeim azt fogják kapni, amit az apai ágon örökölnek. Így is van, volt, amikor törzsek szerint voltak a sivatagban és Izrael földjén, akkor is ez mind az apai ágon, mert minden, ami a részletekről szól, ez már a férfi teritoriája. Úgyhogy ezért ez így összehozza az egészet, hogy akkor mit is tanított a nőknek, mit is tanított a férfiaknak. A nőknek inkább az általánosságát a zsidóságnak, a férfiaknak inkább a részletet. Mit fognak mindannyian tudni? Mindannyian mindent fognak tudni, csak a hangsúly más részen van. Miért jó ez? Azért, mert mindenki a saját részét majd jobban be tudja tartani, ami neki jobban releváns, azt a saját részét jobban fogja tudni. És ezt utána látjuk más témákban is, például, ha születnek gyerekek, akkor ugyanígy megy tovább az identitás. Úgyhogy ez lesz a tóraadásnak, ami se volt ünnepe, ugye megkaptuk a tórát, úgyhogy röviden ez a női része a tóraadásnak, hogy az Isten először a nők hozzájárulását kereste, és a nőknek mást tanított, mint a férfiaknak, mert mindenkinek megvan a saját része és a saját szerepe. Ami érdekes, hogy Sávótkor, ugye ezen a napon kaptuk a tórát, de nem ezért van ünnep ezen a napon, mert hogy ezen a napon kaptuk a tórát, hanem azért van ünnep ezen a napon, mert írva van a tórában, hogy Peszachkor kezdjetek el számolni 49 napot, és az 50. napon ünnep. Ennyi. Nincsen oda leírva, hogy milyen ünnep. Ünnep, számoltunk 50 napot, vége van, és ilyenkor lesz egy ünnep, 50 nap a Peszach után. Most, amikor először számoltak, ugye az 50. napon kapták a tórát. És ezért természetesen, ugye hogyan lehetne másképp, hogy minden évben ugyanígy esik a Sávót, hogy az 50. napon, amikor ünnepeljük a Sávótot, akkor az ugyanazon a dátumon van, mint amikor megkapták a tórát. De ez nem mindig így működik. Működhet másképp is, mert ha valaki Ausztráliában van, és átrepül és átlépi a dátum vonalát, és máshogy számolja a napokat, mert ha átlépi visszafele, akkor lehet egy olyan, hogy az egész világ már számolja a következő napot, de neki még nem volt naplemente, annak az embernek, aki utazott, és mindenki mondjuk a 35-et számolja, és ő csak a 49-et. És hogyha ez előfordulna valakivel, akkor neki más napon esne a Sávót, mert neki ez még nem az 50. nap. Ez egy nagyon bonyolult dolog, amit el tudjuk képzelni. Milyen dolog lenne az, ha nekem az ünnep más napra esne, mint valaki másnak, és ezért a legjobb megoldás az, hogy nem repülünk át a dátumvonalán ezeken a napokban. Ha valakinek szüksége van repülni, akkor úgy repül, hogy ugyanúgy legyen neki este és reggel ugyanannyiszor, mint a többieknek, hogy ugyanakkor ünnepeljük Sávót ünnepét, ez egy érdekes részlet. Ezen kívül még egy gondolat arról, hogy hogyan kapcsolódik Sávót ünnepe a nőkhez. Az van írva, hogy Moshe kibel Torah miszinaj, Mózes megkapta, elfogadta Tórát Szinaj hegyen. Valamit kapni, valamit elfogadni, az inkább egy női vonás. A férfi-női kapcsolatban a férfi az maspia, ő ad, és a nő az a mekábel, aki elfogad. Ez sok dologban is igaz. Úgyhogy
ez a például az, hogy a férfi szeretne pénzt keresni, hogy tudja a családot fenntartani, mert ő természetében szeretne adni. És a nő, aki általában a természetében inkább gondoskodik az otthonról, ő elfogadja, amit a férfi hoz. És ez a dolog, hogy Mózes elfogadta, megkapta a Tórát az Istentől, ez egy női vonás, ez egy női féle viselkedés, úgyhogy ahhoz, hogy a zsidó nép meg tudja kapni a Tórát, mindenkinek meg kellett találni a lelkükben ezt a női féle viselkedést, úgyhogy így is kapcsolódik a Tóraadás, Sávolt ünnepe a nőkhez. Ezen kívül, amit említettem az elején, a Sávolt, lehetne mondani, hogy ez a nők kedvenc ünnepe, mert van sok olyan hagyomány, amit a nők nagyon szeretnek. Az első, amit a nők nagyon szeretnek, hogy ilyenkor szokás teljes ételt enni. Mielőtt elkezdünk ünnepelni a teljes ételekkel, el kell magyarázni azt, hogy minden ünnepen húsost eszünk. Mert az van írva, hogy a boldogság azt a bor és a hús jelképezés. Ezért minden ünnepen van bor és hús. Ez igaz Sávótra is. Ugyanakkor van egy különleges hagyomány, hogy teljes ételeket eszünk. Hogyan lehet ezt a kettőt összehozni, ha a kóserság szabályai szerint nem lehet teljest és húsost enni? Úgy, hogy előbb teljest eszünk, várunk egy órát, vagy többet, és akkor eszünk húsost. Ez ideális helyzetben, legalább a férjem szerint úgy nézne ki, hogy fölkelsz reggel, eszel egy szeletes sajtos tortát, és mire befejezed az imát, már le lehet ülni rendes húsos ebédre. De bízunk a nőkbe, hogy ezt nem fogjuk ilyen könnyen elengedni, végre van lehetőség a fagyira, a sajtos tészta, és a sajtos torta, és a sajtos gombóc, és a ta-ta-ta-ta-ta-ta. És így ez nagyon-nagyon bővült ez a hagyomány a nők ügyes kezei alatt, úgyhogy nagyon sok zsinagógában az ima után lesz egy teljes kidus, teljes ételekkel, ami egy nagyon különleges dolog, mert minden szombaton és ünnepen mindig csak húsos van, úgyhogy ez valami, amit a nők nagyon várnak. Miért is eszünk tejterméket sávoltkor? Először is egyébként ennél sokkal fontosabb az, hogy sávoltkor meghallgatjuk a zsinagógába a 10 parancsolatot, úgyhogy ez csak egy bónusz a 10 parancsolat után, hogy van ez a sok finomság. Miért eszünk tejterméket? Van ehhez egy pár érdekes magyarázat, hármat tudok fejből mondani. Az egyik az, hogy a tóra össze lett hasonlítva a tejhez. A tej, ami a babának életet ad, az ő eledele, az élete elején, hogy ebből él, és mennyi sok egészséges dolog van benne a baba fejlődéséhez. Ugyanilyen a tóra hasonlítva van a tejhez, hogy ez nekünk is életet ad, spirituálisan, ugyanúgy, ahogy a tej életet ad a babának fizikailag. A másik dolog az, hogy a tóra a Szináj hegyen lett adva, és a Sinai hegynek van egy másik neve, Har Gavnunim, Gavnunim hegye. És az a szó, hogy Gavnunim, az nagyon hasonlít arra a szóra, hogy Givina, ami sajt. És az utolsó magyarázat pedig a legérdekesebb szerintem, hogy amikor a zsidó nép megkapta a Tórát, meglettek parancsolva a kóser étkezésre és a kóser húsra. De ők nem készültek előre kóser hússal, az összes szabály szerint, mert csak most lettek megparancsolva. Ezért az ünnepen tejterméket ettek, mert nem tudtak semmilyen húsost enni, és csak utána tudták összeszedni magukat a húsos konyhára, és mivel akkor is tejterméket ettek, ezért mi is tejterméket eszünk. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon erős kapcsolat a nők és a sávolt között, hogy nagyon várjuk a teljes finomságokat. És egy másik hagyomány, ami van sávoltkor, ami nagyon a nők stílusa, hogy kidíszítjük az otthont vagy a zsinagógát virágokkal. Miért? Hasonlóan Sinai hegyre, ami ki lett díszítve virágokkal este, amikor a zsidók elmentek
aludni tóraadás előtt, akkor még teljesen üres és sima volt Szinály hegye, de mire fölkeltek reggel, már hirtelen így egy éjszaka alatt teljesen ki volt díszítve virágokkal, ami természetesen egy különleges hangulatot adott a tóraadásnak, és erre emlékezünk avval, hogy virágokkal díszítjük ki az otthont és a zsinagógát, úgyhogy ez is nagyon a nők szeretik. És az utolsó hagyomány, ami egyáltalán nem kapcsolódik a nőkhez, az, hogy a férfiak ébren vannak egész éjszaka és tanulnak tórát. Miért csinálják ezt? Azért, mert amikor megjött tóraadás reggele, és az Isten lejött a hegyre, kivárt rá ott a hegynél senki. Mindenki nagyon jól aludt az ágyába, és az Istennek ilyen sok zajt kellett keltenie ott a hegynél, és felébreszteni a zsidó népet, és megvárni őket, hogy kijöjjenek a hegyhez. Természetesen nagyon szégyelték magukat, és ezt próbálják megjavítani avval, hogy minden évben egész este tórát tanulnak, és megmutatni, hogy tényleg örülünk a tórának, és ez csak véletlen volt. De, mint minden témában, mindig van a Lubavitch Rebbének valamilyen bónusz magyarázata, ami egy egész új szemmel látjuk az egészet a magyarázatnak köszönhetően. Úgyhogy itt is a Lubavitch Rebbe magyarázza, hogy nem véletlenül mentek el aludni, hanem azért, mert gondolkodtak azon, hogy hogyan tudnak készülni a tóraadásra, és közelebb akartak kerülni az Istenhez. És amikor az ember elmegy aludni, akkor a lelkének egy része fölmegy az Istenhez. És akkor mondták, hogy oké, akkor elmegyünk aludni, és akkor legalább a lelkünknek egy része közelebb kerül az Istenhez. De ez egy hiba volt, mert az Isten azt várja el tőlünk, hogy itt, ebben a világban éljünk a Tóra szerint. Nem, hogy elkülönüljünk, és próbáljunk elmenekülni a fizikai világtól, hanem ebbe a fizikai világba kell behozni és betartani a tórát, úgyhogy ezt a hozzáállást próbáljuk javítani, hogy volt egy ötletük, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, de ez egy téves gondolkodás volt, de volt mögötte egy nagyon jó szándék, és ezt próbáljuk javítani avval, hogy egész este fennmaradnak, és itt, ebben a világban, a fizikai életben tanulnak tórát. Úgyhogy ez nagyjából Sávot ünnepe, a legfontosabb rész az a 10 parancsolat meghallgatása, mindenkit várunk szeretettel az összes zsinagógába vasárnap délelőtt, és mindenki nagyon készül a fagyi partikkal és a tejtermékes ételekkel, úgyhogy egy nagy micvát is tudunk csinálni, és finomat is enni. Boldog ünnepet kívánok mindenkinek, ez az ünnep szombat este kezdődik, és vasárnap és hétfőn keresztül két napon át tart, úgyhogy praktikusan három napon keresztül leszünk kikapcsolva a világtól. Először van szombat, az rögtön belefolyik a Sávótba, és az rögtön belefolyik Sávót második napjába, úgyhogy ez egy ilyen három napos hosszú ünnep lesz. Mindenkinek nagyon boldog Sávót ünnepet kívánok, ilyenkor azt szokták kívánni, Kabbalat ha-Torah b'simchat u'b'pnimiut. Fogadjuk el a Tórát boldogsággal, és b'pnimiut bent, hogy belül legyen a szívünkbe. Úgyhogy kívánom nektek is, hogy sikerüljön elfogadni a Tórát. Ilyenkor nem csak emlékezünk arra, hogy 3330 valahány év ezelőtt a zsidók megkapták a Tórát, hanem minden évben az Isten újból megadja nekünk a lehetőséget, hogy elfogadjuk a Tórát, úgyhogy mindenkinek kívánok, hogy sikerüljön tényleg elfogadni a Tórát, legyen egy nagyon boldog Sávot ünnepünk. Jövő héten nem szerdán fogok tanítani. Általában ilyenkor kedden szoktam pótolni, megmondom őszintén, a kedd is egy bonyolult nap lesz nekem, úgyhogy lehet, hogy csak csütörtökön fogok tanítani jövő héten, de ez majd ki fog derülni, úgyhogy csak tudjátok előre, hogy biztos, hogy nem szerdán tanítok, vagy kedden, vagy csütörtökön, valószínűleg csütörtökön, de akkor majd figyeljétek a tájékoztatásokat, és további jó estét kívánok mindenkinek.